Yo, purpose. Nem, ez nem egy animált videó, ez konkrétan a Minecrafton belül történik. Mindenféle segédprogram nélkül, egyedül ez csak egy mód. És ahogy látjátok elindulok, akkor megszűnik ez a varázs. Szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan tudtok szinte bármelyik szörnyi átváltozni. Igen, ez a videó elejéből még nem igazán jött le, viszont ez a mód tartalmaz különböző ilyen testtartásokat, vagy testhelyzeteket, Szóval ezeket is meg szeretném nektek mutatni előjáróban. Viszont még mielőtt elkezdenénk, ugye bár hát az minden mindenféleképpen ki kell kapcsolnunk, mert hát az minden videóban ugye nyilvánvalóan be van kapcsolva. Szóval az első... Ajj, Láttátok ti is azt a furcsa dolgot a hátamon? Mert én igen! Mi ez a krumpli a hátamon? De most komolyan! Ezt kirakta rá? Mert hogy nem én, az biztos. Oké, okay. szóval az első, az egy ilyen fekvő helyzet. Szóval konkrétan, hogyha lerakunk egy ágyat, bed, akkor rá tudunk hasalni szerintem. Jó, ja, mondjuk erre a fűre nem tudjuk rárakni. De mondjuk ide, így rámegyünk. Nyomunk egy C-t, és így, és így ráhasalunk konkrétan az ágyra. Ráhasaltunk az ágyra, gyerekek. Csak az a baj, hogy így nem lehet menni. Szóval, ha még így is lehetne menni, tehát hasalva, folyamatosan kúszni előre. Hát az nagyon durva lenne, én akkor teljesen kiégnék. De sajnos nem lehet, mert ha megnyomom a w akkor feláll is karakterünk. Akkor a következő a V megnyomásával egy ilyen zombi módba átmegyünk, amit hát nem tudom igazából miért ö, tartanék előnyösnek. Igazából nyomom a jobb kliket, akkor így hát olyan integetősbe <laughs> integetős tolja. A B-vel pedig elkezd így táncolni konkrétan a karakterünk. Az X-et megnyomva pedig leül leül a karakterünk az X-et megnyomva, tehát ez egy olyan mód, amiben ö, nem kell ugye más modokat hozzáadni, hogy le tudjunk ülni. Tehát, hogyha kirakunk egy stairs vagy egy lépcsőt, és megcsináljuk ugye olyan fajtává, mint amit ugye általában szoktak, tehát hogy így lerakják ezt a lépcsőt, és akkor táblát köré raknak, és akkor ez konkrétan egy ilyen kis ülőhely, és most, opá, nem így, és akkor most ezt tudjuk már alkalmazni az X-nek a megnyomásával, fogjuk, leüljük, vagy leülünk, és hát, ja, majdnem öt vagyunk, nem pontosan, de de már közelít a leülés szintjére, szóval ez így ennyi, így a mozgásokról ennyi, és hát térjünk is rá akkor a, a videónak az érdekesebb részére, ami pedig, hú a poisonous potato nem szabad elhagyni, hát az adja az erőt. Szóval az érdekesebb részére, ami annyi lenne, hogy, hogy megmutatom, hogy milyen sok mobbát tudunk átváltozni ebben a módban, hogyha az F12-t lenyomjuk, akkor itt bejön egy új menü, aminek segítségével magunkat is tudjuk customizálni egyébként. Ha rányomunk ide, hogy edit, nem az editre, vagy lehet, hogy a partsra. De igen, itt van, tehát a párcra rányomunk, akkor látjátok, hogy magunkat is konkrétan tudjuk módosítani. Uh, igen, hát a, hát a piros szememet most nem fogom itt elnyomni. Szóval, szóval látjátok, hogy, hogy mi minden tudunk ezzel művelni, ezzel a móddal. Magunkat konkrétan meg tudjuk csinálni, ahogy szeretnénk. Uh, most lehet, hogy nem fogom az összeset végnyomogatni. Mert nem szeretném azt kiremet leégetni, úgy ahogy van. De mindegy, hát egy csinálunk valamit. Legyen. Legyünk mutánsak! Legyünk mutánsak! Gyerekek, tudjátok? Ó, hát ez nagyon jó. Akkor lesz ilyen, nem. Ilyen lábam. Akkor. Ha. Jó, hát most a fejemen szerintem már nem kell annyi, mi... Ó, szoknya, oké, az nagy. Tehát a szoknya az nekünk nagyon fontos. Az, az fog kelleni. Ö... Aha, legyen kutyafejünk, mert miért ne? Ezt nem tudom mi. De mondjuk legyen kék. Á, nem láttam, hogy ez micsoda. Wings. Szárny, no, az kell nekünk, nagyon fontos a szárny, és az is fontos, hogy fekete legyen. Szóval így fekete szárnyunk lesz. Nem, csak Wings legyen, szerintem. A type ugye nem látjuk, az a baj. Szerintem ez így jó. Gyerekek, hát köszöntsetek. Atya úristen, ez mi az Isten? Uh, igen, hát ez én lennék a mai videónkban. Az a baj, hogy semmi különleges képességet nem adnak ezek a cuccok. Viszont ha adnának, annak rohadtul örülnék, de nem adnak, ez a probléma. Hát erről lövök egy screenshotot, gyerekek, hát ez hihetetlen, amit történik velünk ebben a videóban. Gyerekek, hát ilyet. Ilyet az Isten nem látott még szerintem, ilyen csúfságot. Hát akkor tudunk mutánsok is lenni ebben a, ebben a módban, viszont ami elengedhetetlen szerintem ugye az, hogy vissza tudjunk menni a defaultra. Ja nem? Az gond? Ö, azért gond, mert a default ugye azok mi voltunk. És, és ezt így elnyomtam. Szerintem, úgyhogy... Ö, igen. Szóval. Ha át, átnyomunk ide, akkor látjuk, hogy itt van a különböző féle ilyen hát, átváltások. Tehát itt van, egy cat female, és akkor átváltozunk. Uh, várjunk egy pillanat, hozzáadjuk akkor a cat female-t. Szóval macskanő. És, és igen, lesz mellünk is. És mindenféle cuccot kapunk ezzel a, ezzel a móddal. Uh, szerintem maradjunk a defaultnál. Ne, ez mi? Ez, ez mi? Ö, gyerekek kicsi lettem. És, és még nő is. Igen, ez a normál, szóval mi így nézünk ki. Tehát fogadjuk el, milyen így nézünk ki. Ez a mi normális alakunk. Kék farokkal. De ez a mi normális alakunk gyerekek, szóval, szóval mi így nézünk ki. Mostantól a videóimba így fogok beköszönni, és és ez lesz az én karakterem. Úgyhogy majd kérem a mesteremcéseket is, hogy cseréljék le a skinemet, mert mostantól ez lesz. <laughs> hát igen, látom, hogy a default és a normál most már ugyanaz lett. Ö, akkor legyen new, és váltsuk át, mondjuk, legyünk entity, és legyünk, mondjuk, jegesmedve. Miért ne? Legyünk jegesmedvék. Gyerekek, hello, én vagyok a jegesmedve, átváltottunk. Az a baj, hogy ugye, mint mondtam, képességeket nem adnak, Szóval, szóval ez egy nagy hátrány, mert amúgy tök jó lenne, hogyha megadnák ugyanazokat a képességeket, amivel az adott mob rendelkezik, mert hogy át tudunk változni konkrétan Vidőrre. Szóval, hogy, hogy olyan szinten, hogy itt a vidőr. Én vagyok a vidőr. Hello, gyerekek! <laughs> és ez így mi? Hát én vagyok a vidőr. Csak ugye jobb klikkelek, meg bal klikkelek, és semmi nem történik. És ha itt nyomogatom ezt a Z-t, meg ilyeneket, akkor, akkor nem, nem működik ez a lefekvés, meg ilyesmi, mert a vider az nem fekszik. Ő sosem nyugszik, ő csak így megy. Igazából ijeszgetni lehet az embereket, pontosan nem tudom, hogy mi az, amit ki tudnánk lőni magunkból. Firebolt ugye valamilyen módon ki lehetne, csak, csak nem tudom, hogy hogy. Szóval a parancs segítségével nyilván. És ami az egyik kedvencem, az a Giant. Szóval igen, van Giant is, a játékban. Giant. Konkrétan nem fér bele a képernyőbe, olyan nagy, de hát ez ugye nem probléma, az első inventoriba sem fér bele adjából. Ö, igen, most nyomom a shiftet. Ilyen magas az alap emberkénk. Hello guys, itt vagyunk, ugrálunk és meg minden, és nagyon kár, hogy nem ad ö, képességet, pedig, pedig nagyon jó lenne adna például az a Giant ilyen erőt, vagy valami hasonlót, mert ugye elbe látnánk, hogy adott, de nem ad, és, és wow. Szóval megfordulunk, várjál. Igen, hogyha forgunk, akkor itt is forog, mert amúgy egérrel nem tudjuk forgatni. És, és ez így konkrétan mi? Szóval, hogy nem tudjuk az alattunk lévőket megütni, ott a villager meg senkit, csak, csak azt, akit ugye, ugye elérünk ebből a magasságból, és a veteményest kiugráljuk. Mi giantok vagyunk, mindent megtehetünk, Úgyhogy, úgyhogy beesünk ide. És majdnem, hogy kilátunk innen. Ö, repülő Giant következik most. Igen. Ó, beragadtam a fába. Szerintem váltsunk át valami hasznosabbra. A mondó vagyok. Szóval legyen, legyen mondjuk... Ez mi volt? Oké. Okay. Gyerekek, itt hangbag van. Ezt halljátok ti is szerintem. Oké. Okay. Szóval legyünk malacok. Uh, a biztonság kedvéért. Szóval látjátok, hogy egy blokkosak vagyunk. Konkrétan. Egy blokkos malacok vagyunk. És itt járjuk eljük a világot. Igazából ha f bemegyünk, akkor az teljesen nem jó. Mert ha be belemegyünk a fűbe, akkor így bedob a kamera. Szóval ez picit zavaró lehet néha. Viszont komolyan most malacok vagyunk. És, és a játékosokat, vagy a haverjaitokat is tudjátok ezzel mondjuk rémizgetni, esetlenként egy egy vidőrrel, vagy valami, hogyha együtt játszotok, mert ez, ez nagyon durva. Szóval, a malacsal sem működik ez az é, meg ilyesmi? Lefekvés, vagy valami? Nem. Hát igen, a player, a bennünk lévő player az így lefekszik, de a malac az nem, nem teljesen. Ö, repülő malac. Igen. Ö, igen, hát a füveket azt ki kell szedni, meg ilyesmi. Akkor nézzünk még egyet. Most már várjál, itt lehet a malacot is állítani? Nem. Ez csak magamat lehet. Vagy lehet az extrát? Aha, igen. Hogy lehet child, illetve szedül is lehet rajta, tehát a mobokat is lehet váltogatni, hogy mi legyen rajta. Szóval akkor váltsunk. Mi megnézem a skelet, vagy nem a skeletonnál, hanem a vidőrnél, mi az isten a, az extra. Semmi. Szóval, hogy így nem. Oké, okay. tehát tehát nála nincsen extra. Ö, akkor nézzünk valamit, amin, amin valószínűleg lehet. A szerintem egy slime-ba gondolkozzunk. Szerintem nézzünk meg a slime-ot. Extra. Ez micsoda? Ez mi lehet vajon? Hmm. Igen, ahogy látjátok, ha ugrálunk, akkor olyan effektet ad, mint hogyha ő ugrálna. És ezzel, jó vagyok, ezzel a kicsi slime nem igazán lehet beijeszteni a haverjainkat, de, de nem tudom. Szóval itt nem, nem igazán ad extrát a dolog. Na mindegy, nézzünk, nézzünk még Spider, Straight, tehát itt annyi féle mob van, konkrétan ocelot, vagy ocelot, de hogy is ocelot, squidként is tudunk mászkálni a világban, anélkül, hogy vízben lennénk. Hát, ja, nézzétek meg, a csápjai itt hátul vannak, meg minden, és akkor mi így amerre megyünk arra, szeretnénk. Micsoda? Arra megyünk, amerre szeretnénk. E ezt nem tudom, miért fordítottam meg. Itt váltsunk villager meg, meg tényleg mindenre át lehet váltani. Wolf, Vidőr, Skeleton, és... És tényleg mindenre. És hát most a player az ez, ez itt. Szóval ő a player. Ocelot, Mushroom Cow, Husk, tehát tényleg majdnem szinte mindenre. Kedvencem, Ender Dragon. Itt van. Csak az a baj, hogy nem látjuk be, mert olyan rohadt nagy. Csak így max ilyen pici f módból. Szóval mi vagyunk az Ender -ok. Így össze-vissza húzzuk az egeret, akkor ő is össze-vissza megy, azt se tudja, hogy hol van. egy <laughs> kicsit pörget, megpörgetitek az egeret, akkor ő is megpörög. Azt azért figyelitek. És hát akkor, ja, valahogy, valahogy parancsokkal meg lehet oldani amúgy, hogy azt az egeret elhúzom. Szóval parancsokkal meg lehet oldani azt, hogy löveljen ki, amit szeretnétek. Szóval srácok, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, ezt jelezzétek egy like egy lájkal, viszont most átváltunk a normára, mert ugye ez lesz a mostantól a, a hivatalos skinünk. Szóval tényleg ezt jelezdétek egy lájkal, like illetve egy feliratkozással. Köszöntöm a figyelmet, sziasztok!